Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövidképes ismertetőnket. Kistelek polgármesterét, Nagy Sándort arról kérdeztük, hogyan készül a város az új évre, milyen hatással lesz a városra a kínai autógyár. Megkezdődött továbbá a takarítás és rendrakás a külterületeken is, erről is tájékoztatást adott a polgármester. Aki nyitott szemmel járt a városba már januárban, láthatta, hogy igazából nem tétlenkedéssel teltek az első hetek, hiszen mindenféle munkagépeket láthattunk. Mi folyik a városban? Először is mindig ugye abból kell kiindulni, hogy hogy áll a város. Én azt látom, hogy az elmúlt évek gazdaságfejlesztési megvalósulása az egyre inkább oda vezet, hogy több helyben lévő sikeres vállalkozás van, aminek az egyik mérőszáma a település adóerőképessége. Azt nyugodtan elmondhatom, hogy a település adóerőképessége közel másfélszeresére változott, ami természetes ilyenkor azt is jelenti, hogy már nem csak pályázatoktól függő beruházások lehetnek, hanem lehetnek olyanok is, amit ma kell, és önerőből képesek vagyunk megcsinálni. Ilyenkor télen szoktunk egy nagy takarítást csinálni, figyelünk arra, hogy a téli-tavaszi belvízre egyébként hogyan lehet fölkészülni, de most sokkal nagyobb gépek, sokkal nagyobb munka, és valóban azok a befogadóink, ami akár kisteleki főcsatorna, és régóta csak mellé kiraktuk, és az ott volt, jogosan. Most azt is meg tudtuk csinálni, hogy rendet tegyünk ezeken a területeken. Lehet látni azt, hogy vettünk nemrégiben egy kislánctalpas gépet is, ami majd a kisebb utcák, kisebb bárkain megyünk végig. Magyarul elindult egy olyan öngondoskodás, amit még egyszer mondom, nem attól függ, hogy az Unióhoz tudunk-e ilyen pályázattal fordulni, vagy nem. Ez egy szerencsés állapot, és én nagyon-nagyon úgy tervezem, hogy az elkövetkező időben, időszakban ez még tovább tud erősödni. Ja, a csatornák tisztítása folyik, és mellette a Bercsényi utca végén a nádas is úgy tűnik rendben lesz téve. Ezt a nádas nevezzük záportározónak. Ez arra jó, hogy pont a Bercsényi utca végén, a későbbi Müller-szék irányába való befogadás, azért záportározó, hogyha hirtelen van egy nagy bum, az ott van, és egyébként átmenetileg pufferként tud működni, nem pedig visszatorlódást okoz, de ennek van természetesen egy másik oldala is, azért elég sok szemetet találtunk ott, elég sok szemetet el kellett vinni, és nyilván ilyenkor csak kéri az ember a résztvevőket, lakosokat és mindenki mást, sokszor nem is kistelekiek, jellemzően nem kistelekiek, hogy az ezzel óvatosabban bánjunk, és nem szeretnék minden ilyen helyre rejtett kamerákat kirakni, és utána azzal törődni, hogy ki okozta azt a nagyfokú szemetelést. De összességében van egy rendrakás, és én jó magam szeretem a rendet otthon is, meg egyébként a városban is, és ez most egy jó apropó arra, hogy tényleg rendet rakjunk. A továbbiakban milyen tervek vannak a 2024-es évben? Ez most bonyolultabb kérdés. Azt kell tudni, hogy ha akarjuk, ha nem, Debrecen, Kecskemét, Győr mintája Szegeden is megjelenik. Ez azt jelenti, hogy aláírt szerződés van az egyik legnagyobb autógyárral a világon. Azt jelenti, hogy egyébként egy gazdasági boom, egy befektetői sok hatás éri majd Szegedet, aminek nyugodtan lehet már most vizsgálni, és ezt már tesszük, milyen hatása van a környező településekre adott kilométer távolságban. Ezért Kisteleknek is, a kisteleki kistérségnek is, a Móra-Halminak is, meg a többinek is nagyon fontos feladata, hogy hogyan tud elé menni a dolgoknak, hogyan tudja új szabályozni egyébként a környezetét, hogy mértékadó fogadóképesség jön létre. Beszélhetünk itt egyébként a most megjelenő úgynevezett topos pályázatokról, ahol egyébként közel 2 milliárd értékben adunk be pályázatokat, de sokkal érdekesebb az, ami egyébként megnéz mondjuk Győrt, ami már legalább egy 20 éves múlt, hogy a mellette lévő kisfaluból hogyan lett egyébként 10 000-es kisváros jellegű kertváros.
Ezért nekünk is telekieknek ez már sokkal inkább szakmai történet, amikor azt nézzük meg, hogy egyébként a Szegedre megjelenő új munkaerő milyen hatással lesz ránk. És én azt gondolom, hogy nekünk abban kell élén járni, hogy elé menjünk a dolgoknak, bocsánat, nem megbántva senkit, nem azt szeretném, hogy olyanokkal töltődjön meg a város, aki egyébként nem biztos, hogy pontosan mi ezt úgy szeretnénk. Ezért az a fő tevékenység most, amit nem tudunk megakadályozni, annak álljunk az élére. Ezért nagyon érdekes ez a kettőség, hogy úgy lesz területfejlesztés, hogy a meglévő pályázatainkkal, Volt Strand, vasútállomás, Rákóczi iskola, stb. És ezzel párhuzamosan mit jelent ez a gazdasági boom? Ha mondjuk csak egyet kell kiemelni. Kistelek jelen pillanatban közel 8000-es település. Szerintem 10 év múlva 15000-es lesz. A Rákóczi iskola újból iskola lesz. A Rákóczi iskola mellett újból kell, hogy még legyen egy óda is. Tehát számos olyan hatással kell számolnunk. Nem biztos, hogy így lesz. De hogy ennek elé kell menni, hogyha ez így van, akkor mi irányítsunk. És ne a kutya a farkat határozza meg majd a kutya, merre menjen. Ez szerintem egy nagyon fontos szakmai és komoly embereket igénylő feladat. A Kisteleki Horgász Egyesület megkezdte a 2024-es állami jegyek forgalmazását. A kiadás feltétele a 2023 évi engedély leadása. A részletekről Nagy Lajost, a Kisteleki Horgász Egyesület elnökét kérdeztük, aki megosztotta velünk az év első versenyének időpontját is. A Kisteleki Horgász Egyesület vezetőjével Nagy Lajossal beszélünk, köszöntjük Önt, megkezdték az állami jegyek forgalmazását. Igen, én is köszöntöm a kedves nézőket. Igen, 2024-es évre megkezdtük az állami és a területi jegyek forgalmazását, ami abból áll, hogy a 23-as évnek a naplóját, fogási naplóját le kell adni február 28-áig, és utána tudjuk kiadni a 24-re vonatkozó állami jegyeket, ami az állami jegy és a fogási napló ára nem változott semmiben, kivéve a területi jegyek, aminek az ára érdeklődés szintjén változó az áruk. Az állami jegy az érvényes az ország területén bárhova, akár a Balaton, akár a Duna, akár a Tisza, csak hozzáváltani kell területi jegyet, vagy napi jegyet, vagy turista jegyet, amit éppen milyen állami jeggyel rendelkezik a horgász. Ezt akár interneten meg tudja vásárolni, mert minden horgásznak rendelkeznie kell egy adatbázisban lévő ügyfélkapujával, ahol ki tudja nézni és meg tudja vásárolni az adott vízterületre tartozó napi jegyet vagy állami jegyet, vagy pedig értékesítési pontokon, ahol tud váltani állami jegyet és forgalmaznak területi jegyet, ott tud még különböző vízterületekre területi jegyet vásárolni. A Kisteleki Horgász Egyesületben ugye Mihánt a horgász leadta az előző évi fogási naplóját, és kiváltotta az új fogási naplót, abban a pillanatban ő tud horgászni, vagy ha nem váltotta még ki a tavait, vagy az ideit, akkor még a január 31-ig érvényes a tavaly megváltott horgász engedélye. Horgász verseny megint csak lesz bőven Kisteleki Horgász Egyesület színeiben, ami március 30-ával kezdődik, egy egyéni hosszú előkés féder verseny, ami nyitja az évet. Utána minden hónapban szinte horgászversennyel rendelkezünk, meg horgásztábor is lesz az idén, ha minden úgy megy, ahogy szeretnénk, meg van egy kezdeményezés a gyerekeknek, egy horgászverseny, ami a Herman Otto Horgász Egyesület, esetleg a Szentesi Horgász Egyesület, meg a Kisteleki, meg még akit esetleg be tudunk vonni, azzal csinálunk egy 8 és 14 év közötti gyerekekkel történő horgászversenyeztetést különböző vízterületeken. A versenyt általában úgy szoktuk lebonyolítani, hogy van egy létszám stoppunk, mivel hogy a Kisteleki víz az viszonylag behatárolja a versenyző létszámot, ez 20 és 25 fok fő között szokott meglépni, attól függ, hogy milyen horgászati módszert alkalmazunk, és ezáltal
beszabályozzuk, hogy hány főt tudunk azon horgászversenyen leültetni. Elérhetőségeink vannak továbbra is a Facebookon, a Kistelgő Horgász Egyesületet kell keresni, vagy pedig az interneten az info@kistelgohorgasz.hu oldalon, ott tudnak elérhetőséget, eseményeket, vagy bármilyen eredményeket megnézni, vagy a horgászversenyekről való versenynaptárat letudni. Folytatjuk évértékelő interjú sorozatunkat, ezúttal a Kisteleki Városvédő és Szépítő Egyesület elnökét, Papni Guba Évát kérdeztük, milyennek látta a 2023-as évet. Kezdtük a tavalyi évet egy városi falsangi mulatsággal a Szent István téren. Én azt gondolom, hogy ez is a családok, a kisgyerekes családok, a szülők, a gyerekek számára egy nagyon jó kezdeményezés volt. Nem volt egy óriási nagy befektetés, hogy így mondjam, hiszen farsangi fánkot sütöttünk, és azt kínáltuk a kedves kilátogatóknak, illetve ilyen boszorkány üldözés, meg mágia égetés volt, úgyhogy meg egy kis vidámság, egy kis jó hangulat, de azt gondolom, hogy nagyon jó szívvel vették ezt a kistelekiek. Aztán az Egyesület kezdeményezésére egy retromájus elsőjét is szerveztünk a strand területére, vagy a régi strand területére, ugye most a vásártér, hiszen a mi fiatalkorunkban, gyerekkorunkban ez rendszeresen ugye megvalósuló program volt, és ennek egy picit azt a hangulatát próbáltuk visszahozni, nem a kötelező felvonulást, hanem azt, hogy ott a csapatok, a családok, a közösségek, a munkahelyek, azok együtt voltak, együtt jól érezték magukat, és megpróbáltak egy szép napot eltölteni egymással. Úgyhogy ez is egy nagyon jó sikerült rendezvényünk volt szerintem. Bekapcsolódtunk évek óta, folyamatosan hosszú évek óta ugye a gasztronómiai rendezvénybe, hiszen nem múlhat el gasztronómiai fesztivál a Városvédők szilvás gombóca nélkül. Az idén is több mint 400 darab gombócot tudtunk kóstoltatni az ide kilátogatókkal. És hát az október végén ugye a halloweeni parti, amely a rossz időjárás miatt a séta sajnos elmaradt, de azt gondolom, hogy a piaccsarnok egy olyan kiváló helyszínt tudott adni ennek a lámpás fölvonulásnak, meg ennek a több faragó versenynek, hogy ott is több százan vettek részt ezen a rendezvényen. Úgyhogy mozgalmas év volt, és ennek a befejezéseképpen ez idén már harmadik alkalommal egy szeretett vendégséget szerveztünk a Városvédő Egyesület tagjai által, mégpedig ez minden évben, az elmúlt két évben, és ez a harmadik évünk is volt, az éjféli mise után. Hogy amikor kijön az ember egy ilyen valóban megható vagy szép helyzetből, amit egy éjféli mise jelent, itt a karácsonyi ünnepkörben, akkor ne szaladjon el, hanem ott ismerősökkel találkozik, és egy néhány percet, egy pár gondolatot beszélgessen, kellemes ünnepeket kívánjon a másiknak, és egy pohár meleg tea, egy pohár forralt bor, néhány kis pogácsa vagy sütemény keretében ezt fogyassza el, és ezzel mi is kellemes ünnepeket kívántunk a város lakóinak, és azt gondolom, hogy ez bennünket legalább olyan melegséggel vagy szeretettel tölt el, mert jó adni, és jó megfogalmazni azt, hogy maga a közösségünk tagjai azok fogékonyak erre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt kívánom magunknak a következő évre is, hogy 2024-ben is legyen erőnk, kitartásunk és lehetőségünk arra, hogy a város közösségi életébe így be tudjunk kapcsolódni. Január 27-én 8 órától a Vásártéren rendezik meg az első kisteleki közösségi futást. A rendezvény részleteiről Farkas Zsoltné Nagy Marian triatlonistát, főszervezőt kérdeztük. Január 27-én lesz egy, talán azt mondhatnám, örömfutás. Ennek a részleteiről szeretnélek kérdezni.
Hát a vásártér, amit amennyire már használják futó eseményekre, ugye korábban volt futóverseny, ott most volt a gyerekeknek is egy futás, úgyhogy annyira adta magát, hogy ha egy közösségi futás szeretnék így a saját futóimmal, akikkel együtt dolgozom, akkor ide lehetne szervezni, a várostól lehetőséget is kaptam rá, és ezért adódott, hogy akkor ezt nyilvánosra, hiszen nagyon sok sportolóval dolgozom együtt, már ők is akarták, hogy legyen valami közös futó rendezvényünk, és azért gondoltam, hogy akkor ez legyen meg is hirdetve, hiszen a környékben rengeteg amatőr futó van. Nagyon sok olyan, akik versenyeznek, nem versenyeznek, de szeretnek néha együtt futni, úgyhogy ezért gondoltam, hogy lehetne ide egy ilyen lehetőséget csinálni. És pontosan mikor lesz a rendezvény, tehát mikorra várjátok oda a futni vágyókat? Hogy bonyolítsuk a helyzetet, egyből két időpontot mondok erre, ugyanis ugye a futókra nagyon jellemző az, hogy nagyon különböző távokon, különböző mennyiségeket futnak, különböző tempóval futnak. És azok, akik sokat tudnak futni, és mondjuk ultraversenyre készülnek, vagy itt a környékbeli 6 órás körözőkre, maratonokra készülnek, ők hosszú futást terveznek többen az enyémek közül, és ők ezért 2, 3 vagy akár 4 órát is fognak futni, ők reggel 8-kor fognak kezdeni. És azok, akik egy ilyen 1 órás edzést terveznek, vagy úgy érzik, hogy 1 óra, 1/2 óra az, amit ők ott szeretnének bekapcsolódni, vagy nekem is a gyerekeim, akik szintén sportolók, ők is kijönnének futni, őket pedig 10 órára várnánk. Hogyan lehet nevezni, vagy kell-e nevezni a rendezvényre? Igazából még regisztrációhoz sem kötött. Tehát nagyon örülünk neki, hogyha a Facebook eseményre rányomnak egy ott leszeket, kommentbe esetleg jelzik, nyugodtan lehet ott rám is rám írni, de az, hogyha valaki ott szépen így megérkezik, az a jó nálunk, hogy parkolási lehetőségre tényleg ingyenesen van hely, és hogy a vásártér azért bőven elég sok futót elbír. Tehát itt nincs létszámkorlátja az eseménynek, és nem kell külön regisztrálni előre. Mit javasolsz, mivel készüljön, aki szeretne ott futni? Nagyon jó lehetőségeink vannak ismételten, mert hogy eleve vízvételi, mosdó lehetőség az így van, tehát hogy nem kell úgy frissítővel készülni, hogy külön kell hozni vizet, hogyha nála van a kulacsa, vagy hoz esetleg poharat, bögrét, akkor az így megoldható. Ugye hosszú futásokra szoktuk javasolni a futóknak, hogy valami a szénhidrát pótlásra, az elveszett elektrolit pótlására jelen legyen, és erre is kaptunk egy nagyon jó lehetőséget. Szegeden van az úgynevezett SFI Nutrition sportélelmiszerekkel foglalkozó cég, és ők felajánlották azt, hogy nagyon szívesen kijönnek erre a rendezvényre, hoznak izotóniás italokat és géleket, tehát akinek van kedve arra, hogy kipróbáljon másfajta frissítőt, vagy tényleg el szokta bírni a gyomra, hogy ne csak a kedvenceit használja, akkor számukra lesz. De most ilyenkor nem mindig kell amatőr futók esetében, ugye nagyon professzionális frissítésbe gondolkozni, de aki hozút fut, azért érdemes akár műzliszeletet, akár aszalt gyümölcsöt elhozni arra, hogy így tudja enni és pótolni az elveszített energiát. Valamint Papp Kati a Mini ABC-ből felajánlotta, hogy ő pedig kávét és teát hoznak ki. Tehát hogyha hűvösebb idő lenne, akkor az annyira jól tud esni, hogyha mi meg tudunk melegedni egy kicsikét. És ugye a melegedésről van szó, ugye gondolom az épületet is használjátok, tehát ugye mosdó és igen, melegedési lehetőség az van mindenki számára. Igen, mert hát azért is sokszor van, hogy futóedzéseken vagy terepfutásokon, ugye ilyen helyzeteken nincsen lehetőség, és hát oké, hogy egy erdőben könnyű megoldani, de tényleg így a vásártéren, hogyha így nem lehetne hova menni, hát akkor így azért a bokorba pisilés az oké, hogy hozzátartozik a hosszú távfutóknak az életéhez, meg a triatlonistáknál, de hát egy közösségi futáson erre tényleg kifejezetten jó lehetőségünk van, hogy ezt meg tudjuk oldani. Akkor 27-én várjátok a futni vágyókat. Abszolút. És azokat is, akik esetleg szeretnének úgy csatlakozni, hogy ők tempósabban szeretnének gyalogolni. Tehát, hogy nincsen olyan kizáró ok, hogy valaki nem tud gyors tempóba futni, mert tényleg lesznek olyanok, akiknek a könnyű futásuk azok 5000-ek. Ugye az azt jelenti, hogy ők 5 perc alatt futnak le 1 kilométert. De másoknak van, hogy a könnyű futások, ez 6.30, 7.30 tempós sétába, 10000-ekkel tudnak előre haladni. És ugye pont ezért jó, hogy itt egy körpályán van erre lehetőség, hiszen nem az van, hogy a pontának az eleje a gyorsabb futók azok elnyergelnek, a többiek pedig valamerre mennek utánuk, hanem itt folyamatosan együtt lehet mozogni. Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben Harmat József tanár úr számol be vatikáni látogatásukról, kiállítás megnyitóján pedig Hegedűs Fannit kérdeztük festészetéről. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg.
Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!